Minden városban, illetve minden szigeten Buddha emlékére emelnek egy úgynevezett Big Buddha emlékművet. Ez itt a Szamuin található, amit most meglátogattunk, és hát mindig igyekeznek a legmagasabb pontra helyezni, hogy lehessen egy kicsit lépcsőzni. Nagyon szép kilátás nyílik innen fentről. Körbe mind a négy égtáj felé. Ilyen körbe is mutatom egy kicsit. És hát maga a Buddha szobor, a Big Buddha tényleg fenomenális. Ugye itt úgy mondják, hogy Big Buddha. És hogyha azt mondjuk, hogy Buddha, ezt nem is értik. Tehát, hogyha útbaigazítást akarunk kérni, akkor oda kell erre figyelni, hogy mondjuk. És innen a másik oldalról a kilátás így néz ki. Vannak is harangok, amiket lehet kongatni. És gyönyörű, szép és korallokkal tarkított a tenger. Megkérdően egy múló. Batlim Suvannaram, ha jól mondom a nevét, ez a templom együttes, ahova a Big Buddha után jöttünk. Egy több ilyen kis templomból álló ilyen templomkert gyakorlatilag. Ugye ezeknek a templomoknak a teteje, például amit itt látsz előttem, a mennyországnak a különböző szintjeit jelképezi. És hát mindegyik nagyon-nagyon szép, nagyon látványos. És oké, kicsikét jobban benne van az építészetben, a történelemben, biztos sokat tudna róla mesélni, de hát megmondom őszintén, hogy nekem igazából csak az ámulat marad, és Pailimnek hívják a főtemplomot. Gyakorlatilag három ilyen kis híd vezet be. Ugye a bal kéz fele látható a kínai ülő Buddha emlékmű, ez itt a főtemplom, és jobbra szintén sok karú istenség kapott egy kis emlékmű szobrot. A templom mellett két oldalt, a bejárat mellett egy-egy őr vigyázza a templomot. Egy kreatív, táj, mítikus, vagy szentséges szokás, megoldás, hogy ilyen kis téglákra tudja ráírni az ember a nevét, vagy a szeretteinek a nevét, ami majd beépítésre fog kerülni. Nyilván egy kis adományt ilyenkor illik adni. Mi is a saját téglánkat elhelyeztük itt. És remélhetőleg egyszer beépítésre kerülünk majd az örökké valóságba. És itt látható a téglák őrzője is. Hihetetlenül lusta cica. Eljöttem megnézni egy telket, ami kettő ráj alapterületű, ami azt jelenti, hogy egy ráj 1600 négyzetméter, tehát ez ilyen 3200 négyzetméter körülbelül. Erre egy 4-5 házat lehetne építeni itt a táj kísérőm szerint. Ahogy látjátok, itt mögötte van egy másik telek, közvetlenül az utca sarkán, oda több ház épült már. Hát hogyha leosztjuk fajlagosan a telekhányadot, akkor egész jó ár jön ki. Ez egy elgondolkodtató lehetőség. Koh Samuinak
Az egyik látványossága Fisherman Village-ben az éjszakai vásár, Night Market. Itt láthatsz, ilyenkor ezek a kis utcák átalakulnak ilyen bazárokká, ahol ugye elsősorban ételeket, italokat lehet vásárolni, ilyen speciális tájételeket. Ilyenkor nagyon nagy választék van, és hát, mint hogy itt láthatod, 40-50 bat, 100 bat egy-egy adag ilyen kis étel, ami azt jelenti, hogy 400-500 forint, 1000 forint, attól függ, hogy miről van szó. Láthatsz bogarakat. Igen, ezt is szeretik. Gyümölcsök, kukorica. Hát, igazából mi szemszájnak ingere. Itt mindent meg lehet találni. Gyümölcsékek, mangó, dinnye, sárkánygyümölcs, 30-40 bat egy ilyen sék, tehát 300-400 forint. Itt ezek a kis ételek is, tehát például egy 4 darab ilyen rák, 60 bat, 600 forint. Tehát azt lehet mondani, hogy tényleg nagyon kedvező baráti árba vannak. Ez itt Koh Samui-na Fisherman Village-nek a belvárosi része. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazából egy nagyon európaias belvárosi rész van itt. Rendkívül színvonalas éttermekkel, ami az egyik oldalon azt mondhatjuk, hogy tök jó, mert hát milyen szép, milyen jól néz ki, és tényleg így van. Tehát, hogyha megnézed például itt ezt az éttermet is, hogyha így betekintünk, tehát egy full modern, bármelyik nyugat-európai nagyvárosba megállja a helyét. Annyira szép, modern, meg az egész utca. Tehát itt van például ez az étterem is. Viszont viszont a magasabb színvonal együtt járnak a magasabb árak is, ami viszont már egy picikét elgondolkodható. Nem feltétlen biztos, hogy ezért szeretjük Thaiföldet. Én megmondom őszintén, hogy kicsit egyik-másik hely koszos, kicsit büdös, de mégis olyan emberi, mellette rendkívül baráti árak vannak, tehát ez a magasabb színvonal, ez együtt jár az áraknak az emelkedésével, amit hát magával hoz a fejlődés. Tehát előbb-utóbb Thaiföld ilyen lesz. Akár tetszik, akár nem. Tehát ugye itt ezekben az éttermekben azért itt sokkal komolyabb árak vannak. Itt 4-5-600 bat egy adag étel, ami azért a duplája, triplája, vagy akár még többszöröse a kisebb és olcsóbb tradicionális helyeknek. De hát ez is azt mutatja, hogy Thaiföld mennyire sokarcú. Itt van például itt ez a hely is, de még hogyha itt megyünk előre, ott a bejáratnál is egy nagyon szép étterem volt, vagy ez itt balra, és egy kifejezetten színvonalas hely, tehát nem... Hát azt mondanám, hogy nem azt a Thai feelinget adja vissza, visszaadja, az, mert ugye itt vannak azok a kis szimbólumok, amik azért mutatják, hogy igen, Thaiföldön vagyunk, de hát ezt igen, tehát bármelyik nyugat-európai városba betehetnénk, vagy itt van például ez a masszázszalon, ami megint csak egy igen-igen színvonalas masszázszalon, ha megnézzük. Viszont például itt egy órás talpmasszázs 400 batba kerül, még máshol mondjuk 300, vagy bizonyos helyeken 200 bat egy óra.
ilyen különbségek vannak. Hogy ez tetszik vagy nem tetszik, ez nyilván egy jó kérdés, de ez együtt jár a fejlődéssel. Én sokszor ábrándozok azon, hogy milyen jó lenne mondjuk egy 25-30 évvel ezelőtti tájföldre betoppanni, egy időutazást tenni. De hát nyilván erre nincs lehetőségünk. Itt van például egy Szabó. Nagyon hangulatos belvárosi része van a Fisherman Village-nek. Ezek az éttermek, bárok nagyon színvonalasan vannak megcsinálva, tényleg le a kalappal előttük. Ugye mögöttünk a tenger van, csak hát ebben a sötétben nem nagyon látszik. De nagyon jól néznek ki ezek a helyek. Tájföldi szinten azt lehet mondani, hogy ez az öt csillag. Most már ötödik napja vagyok itt Koh Samui-n, és szeretnék megosztani veled ezzel kapcsolatban néhány tapasztalatot. Már csak azért is, mert ugye én elsősorban Pattaján szoktam tartózkodni, ott vannak az ingatlanjaim, ott vannak azok az ingatlanok, amiket menedzselünk, ugye ügyfeleinknek az ingatlanjai, több mint 70 lakást adunk most már bérbe. És ugye a szigetek, Koh Samui, Phuket teljesen más, mint mondjuk Pattaya vagy Bangkok. Igazából az egész tájföld rendkívül változatos, és ez az, ami nekem nagyon, nagyon tetszik benne, hogy annyira más az egész, annyira más találsz meg egyik helyen, mint a másik helyen. Ugye itt az északi részek is megint csak nagyon mások. Koh Samuit összehasonlítva Pattayával, azt kell, hogy mondjam, hogy tehát a sziget az nagyon szép kis sziget, tényleg nagyon rendezett. Én megkockáztatom, hogy tájföldön belül talán a legszebb sziget, legalábbis ahol én eddig láttam, ezt mondhatom el. Némelyik része talán már túlságosan is, európai is túlságosan is szép, kicsit hiányoznak belőle azok a dolgok, amiket tájföldön megszoktunk. Nekem egy picikét túl európaias, ami lehet, hogy másoknak meg éppen előny. Gondolkodtam egyébként, hogy itt az éttermekből is, bárokból mi hiányzik nekem. Például ugye megszoktam, hogy Bangkokban, Pattaján, régebben Phuketten is, most ott már nem voltam egy pár éve, de a különböző vendéglátó egységekben ott vannak ezek az úgynevezett bárlédik, akik ilyen gyakorlatilag ilyen behívó hölgyek, vagy akik odaülnek melléd, meg tudod hívni őket egy italra, el tudsz velük beszélgetni, ilyen jókedvűvé teszik az egész dolgot, és ha úgy van, akár közelebbi kapcsolatba is lehet velük kerülni, hogyha valakinek erre van szüksége. És ugye ez itt, amióta itt vagyok, ez nincs meg. Ami mondom, nem feltétlen biztos, hogy gond, viszont aki megszokta, hogy tájföldnek ez egy vele járója, annak lehet egy kicsikét furcsa. A másik dolog, hogy drágábbak az árak, mint Pattaján vagy Bangkokban. A taxi az például kifejezetten drága. Tehát így, hogy most családdal vagyok, motort nem akartunk bérelni, de hát naponta 2000 van, hogy 2500 batot is eltaxiztunk például. Pattaján az óceánpart mentén van egy ilyen kis platós taxi járat, ahol 10 bat gyakorlatilag egy út, tehát ugye összehasonlítva. Ugyanakkor tényleg rendezett, szép a tengerpart, gyönyörű szép, nagyon szép ez a rezort, ahol most vagyok, tehát tényleg le a kalappal Koh Samui előtt.
nagyon szép kis szigetet sikerült belőle csinálni. Ugyanakkor azért még egy érdekes dolgot megfigyeltem. Szép a tengerpart, fehér homokos, vagy ilyen világos sárga egyik, hol ilyen, hol olyan. Viszont Pattajával szemben van egy kis sziget, Kolán. Ott eddig ami beach-eken voltam itt Koh Samui-n, a koláni beach-ek eddig rávertek a Samui beach-re. Az az igazság. Viszont Kolánon meg nincs olyan élet, nincs annyi üzlet, mint mondjuk itt, de hát ezért van ott Pattaja vele szemben, hogy ott viszont aztán a bőségesen van minden. Tehát ilyen kis visszás érzéseim vannak itt Koh Samui-n. Én úgy gondolom, hogy ami számomra továbbra is a követendő életvitellens, az az, hogy Pattaja egyfajta főhadiszállást képezzen, és onnan el lehet kirándulni különböző helyekre, egyébként egy hajóval is át lehet jönni, egy komppal Koh Samui-ra, ami a késő délutáni órákban indul, és reggelre ér oda, tehát akár autóval is tudsz jönni. Alszol egyet, vannak ilyen kis kabinok, és reggel, amikor felébredsz, akkor itt vagy Koh Samui-n, tehát vannak ilyen járatok. Kolán, Koh Samet, szintén nagyon szép kis szigetek, amik Pattaja közvetlen környezetében vannak, Bangkok, ott van egy másfél órás autóútnyira az északi részek. Tehát nagyon szép Samui, viszont nekem inkább ilyen kis kiránduló szigetnek marad meg, illetve hát azért el tudnék képzelni itt is egy tengerre néző medencés villát. Egyetlen egy probléma van ezekkel, hogy ilyen 25-30 millió bahttól indulnak normál esetben, ami azért már nem egy kis pénz, azt jelenti, hogy 250-300 millió forint. Tehát lehet, hogy akkor már inkább maradok Pattajánál, és átjövök ide, és eltöltök egy pár napot, mondjuk egy-két hetet egy ilyen villába. Tehát úgy nagyjából ezek most így a benyomásaim. Koh Samui Secret Gardenbe, avagy titkos Buddha kertbe vagyunk. Ez egy olyan hely, amit egy nyugdíjas durián termesztő, egy farmer kezdett el építeni 1976-ban, amikor ő már 77 éves volt, és 91 éves koráig, tehát gyakorlatilag haláláig építettem. Azt szerette volna, hogy itt temessék el. Végülis ez meg is valósult, és egy idegenforgalmi látványosság is lett egyúttal belőle. Nagy kőfaragó lehetett a farmer, mert számos szobor, kis emlékmű, állatok, nyilván Buddha tiszteletére különböző faragványok, szobrok láthatók. Itt például egy kígyó, épületek. Elég sok szabad ideje lehetett az öregnek, mert a kert tele van kis szobrokkal, buddhista jelképekkel. Van például ez a sas, mint a kígyót elkapott, illetve egy kis vízesés csobog végig itt a kerten. Tényleg nagyon különleges. Egy hajókirándulás keretében az Angtong Nemzeti Parkba látogattunk el,
ami egy 42 szigetből álló nemzeti park. A kis túránknak az egyik fénypontja volt a Maeko sziget, ami egy félhomokos tengerparttal rendelkező sziget. Ezen kívül viszont ami lépcsőt ott látsz, azon lehetett fölmenni egészen a csúcsig, ami egy eléggé megerőltető kis túra volt. Onnan viszont egy gyönyörű szép látvány nyílt a nemzeti parkra, a kis szigetekre, illetve mellette még egy kis lagúna, egy édesvízű tóra is rálátunk. A következő megállóhelyünk a szintén gyönyörű szép tengerparttal rendelkező és Instagram fotózáshoz ideális helyszíneket nyújtó Samsao sziget volt, illetve hát ez volt az a kis sziget, ahol az ebédünket is elfogyasztottuk. Hatodik nap után utunkat Bangkok fele vesszük, ez a Koh Samui repülőtérnek az indulási oldala. Ilyen hangulatos kis várok vannak kialakítva. Egymás után éttermek, kis kültéri leülők, és van egy ilyen kis fedett rész felettünk, ami véd az esőtől. Nagyon érdekes és különleges kialakítás, nekem nagyon-nagyon tetszik.